Szeretettel köszöntök mindenkit, jöjjenek hát akkor Kubatov Gábor titkai, ahogy azt a múltkor megígértem, illetve még egy dolog jutott eszembe. Múltkor úgy fogalmaztam, hogy azok a fenyegetések, amelyek Kubatov embereitől hozzám eljutottak, különböző ilyen lejárató cikkekről, meg fizikai támadásokról szóló fenyegetések, ugye úgy fogalmaztam, hogy azok semmilyen hatást nem gyakorolnak rám, hát pontosítanék, valamilyen hatást mégiscsak. Gyakorolnak rám, kifejezetten motiválnak, lelkesítenek, úgyhogy nézzük, mert újult erővel vetettem bele magam a kutatásba, Kubatov Gábor titkaival kapcsolatban. És hát így aztán egyrészt először is feljelentést tettem egy korrupciógyanús ügy miatt, amelyet a magyar jelen írt meg, és amelyben Kubatov Gábornak a neve is felmerült. Másrészt pedig újra elővettem az oknyomozó énemet, ha már annak idején a magyar rádió szerkesztő riportere, illetve újságíró voltam. És Kubatov Gáborról, aki a Fidesz pártigazgatója és alelnöke, egyúttal pedig a Ferencvárosi Tornaklub elnöke, olyan elképesztő információkat találtam, amelyek segítségével végre érthetővé válik, hogy miért akadályozta meg a parlamentben a Fidesz azt a kezdeményezésünket, hogy legyen a végrehajtás non-profit feladat. Hát azért, mert érdekelt benne. Kubatovékhoz is megy az a pénz, amelyet a végrehajtó maffia és hitelezők a legdurvább eszközökkel csalnak ki, majd vesznek el a magyarok százezreitől. Évente körülbelül fél millió végrehajtás indul, tehát rengeteg honfitársunkat forgatják ki így mindenéből. Most fogják majd megérteni, hogy miért védi annyira a Fidesz ezt a maffia-szerűen működő végrehajtó rendszert. Mielőtt bármit mondanék, szeretném leszögezni, hogy ez az egész nem a Ferencvárosról szól, hanem Kubatov Gáborról és az általa fizetett egy-két emberéről, akik már most próbálnak olyan hangulatot gerjeszteni, mint hogyha itt a mi hazánk és a Fradi közötti konfliktusról lenne szó, ami egyáltalán nem igaz. Én tisztelem a Ferencvárost, mint ahogy más klubokat is, és kifejezetten nagyra tartom, nagyra értékelem a klubhűséget és a szurkolói társadalmat, tehát ez nem erről szól. Ja, és Kubatov fenyegető embereivel is foglalkozom majd, hogyha szükség lesz erre, és akkor ők is majd elég nagy bajban lesznek, de most szerintem sokkal fontosabb az, hogy mindenki megtudja, hogy Kubatov Gábor hogyan érdekelt ebben az egész végrehajtói rendszerben miért erőlteti a Fidesz, hogy fennmaradjon ez a teljesen egyértelműen a magyarok kárára működő végrehajtói rendszer. Kezdjük először is azzal, hogy pontosan miért jelentettem fel Kubatov Gábort. A magyar jelen arról írt, hogy a Vertán Györgyhöz köthető Damit Informatika Kft. nagyon régóta összefonódott a fidesz így aztán több milliárd forintnyi közpénz vándorolt ehhez a céghez. Az üzletember neve akkor is előkerült, amikor azt keresték, ki lehet a felelős azért, amiért a 2018-as választás alatt több órára leállt a Nemzeti Választási Iroda rendszere. Fontos ember tehát Vertán György, aki több évtizedes barátság fűz Kubatov Gáborhoz, aki a magyar jelen szerint személyesen járt közben Vertán György magánjellegű ügyeiben Budapest főváros kormányhivatalánál, a 12. kerületi hivatalnál 2021-ben. Ez pedig a hivatali visszaélés és más bűncselekmények gyanúját veti fel. Nos, emiatt feljelentést tettem. Az egész ügy pikantériája pedig az, hogy a Kubatov barátjához Vertán Györgyhöz köthető Damit Informatika Kft., amely a Fidesz informatikai rendszereit, sőt a párt honlapját is hosszú évek óta működteti, a nemzeti konzultáció és a választások informatikai hátterét is biztosítja, szóval ennek a Damit Informatika Kft-nek az egyik főmunkatársa az a Sauer Dávid, aki a Momentum informatikai vezetője. Így ér hát össze a Fidesz és a Momentum. De ez mind semmi ahhoz képest, ami most következik. A leleplező.info oldalon megjelent egy névtelenséget kérő Provident vezető nyílt levele, amelyben sokkoló információk szerepelnek. A Provident pénzügyi ZRT Magyarország talán legismertebb pénzügyi szolgáltatója, amely személyi kölcsönöket kínál. A levélíró, aki a Providentnél középvezetőnek számít, leírta, hogy a Provident évek óta tudatosan arra játszik, hogy kispénzű, szegény embereket forgasson ki a kis vagyonukból, leginkább a lakásukra, ingatlanjukra fáj a vezérigazgató és az ő valódi főnökeinek a foga. A módszer nagyon egyszerű. A Providentnél tulajdonképpen uzsorakamatokra adnak hitelt a heti, a havi és a 24 hónapos kölcsön is 35,4%-os THM-mel működik. Ez jelenleg a maximum kamat, mindössze egy tizeddel marad el a jegybank által megállapított maximumtól ebben a negyedévben. A trükk az, hogy a hitelfelvételhez ezzel a nagyon magas uzsora kamattal csupán annyit kell igazolni, hogy a hitelfelvevő rendszeres jövedelemmel rendelkezik, de az összeg nem lényeg. Magyarul akár alkalmi munkából néhány, Tízezer forintból élők is megkapják a 35,4%-os kamatra a hitelt heti vagy havi törlesztéssel. Általában azok dőlnek be először, akiknek hetente kell törleszteni. Ők a legkiszolgáltatottabbak és a legszegényebbek is egyben. Ha véletlen képesek törleszteni ilyen hatalmas kamattal, az is jó a providennek, hogyha nem, akkor pedig jöhet a végrehajtás. A végrehajtói maffia ügyeit ma már az egész ország ismeri, és az is közismert, hogy Rogán Antalig nyúlik. Ennél a ponnál ér össze a Provident vezérigazgatója Rogán Antallal, mert a végrehajtásokkal a Provident és a végrehajtói maffia is jól jár. Kész kezet mos. Negyed évente sportáskában viszik egymásnak a pénzt Rogán és a Provident vezérigazgató emberei. Ez eddig érthető, az már nem annyira, hogy miért viszi szintén sportáskában a Provident fővezére a pénzt Kubatov Gábornak, a Fidesz pártigazgatójának is. Időnként nem is kell vinni, mert rosszarcú, kinézetű, kopasz emberek jönnek a pénzért, Kubatov emberei. Írja a névtelenséget kérő levélíró a leleplező.info nevű hírportálon. Nos, tekintettel arra, hogy sem a levélíró, sem pedig ez a bizonyos hírportál nem mutat be semmilyen bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy éppen hogyan, vagy mikor, miként viszik sportáskában a pénzt Rogán és Kubatov Gábornak, így én ezt nem tekintem hiteles információnak, sőt, ameddig bizonyítékot erről nem mutat be ez a hírportál, addig ezt valótlanságnak kell tekintenünk. Az viszont tény, amit a Providentről írt, hiszen ezt bárki le tudja ellenőrizni a Provident saját honlapján. Valóban a jegybank által megállapított maximális kamatos súrolja a személyi hitelek kamata, ami tényleg vérlázítóan magas. És hát akkor ellenőrizzük le, hogy találhatunk-e bármiféle kapcsolatot a Provident és Kubatov Gábor között. Nézzét csak, mit találtunk itt rögtön. Hát nem is kell sportáskában vinni a pénzt, mert a Provident hivatalosan banki átutalással is akár 100 milliókat utalhat Kubatovéknak. A Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatóját, Szirmák Botondot ugyanis 2022. október 27-én a Ferencvárosi Torna Klub elnökségi tagjává választották. Szirmák Botondot legalább 10 éves barátság fűzi Kubatov Gáborhoz. Erről 2022-ben maga Kubatov nyilatkozott a sajtónak, így fogalmazott. Botondal Tíz éve kötődött a barátságunk, akkor még csak terveink voltak, eredményeink nem. Azóta hosszú utat jártunk be, mondta Kuba Tova, a Provident vezérigazgatójáról. Szirmák azóta a Provident ZRT-n keresztül támogatja az FTC-t és annak hátországát. A cég anyagilag 2023-ban. 50 millió forinttal támogatja a Soroksár SC-t, amely a Fradi fiók csapata, de Soroksár egyébként is Kubatov lakóhelye, itt kezdődött a Fideszes pályafutása is a Soroksári Fidesznél. A Provident emellett támogatói szerződést kötött a Puskás Nemzetközi Futball Alapítványjal is. Na és akkor most jön az újabb csavar ebben a történetben, amiből kiderül az is, hogy a Fidesz hogyan veri át a saját szavazóit is. Már az előző esetnél is, ami miatt ugye feljelentést tettem, kiderült, hogy kicsoda Kubatov Gábor barátja, ugye az a Vertán György, akinek a cégénél dolgozik főmunkatásként, a Momentum informatikai vezetője, de nézzék csak meg, hogy kicsoda tulajdonképpen Szirmák botont, hogy milyen barátai vannak, ugye Kubatov Gábor tíz éves, évtizedes barátjának? Szirmák Botont, Provident vezért még az évtizedes barátságnál is sokkal több dolog köti össze Somogyi Zoltánnal, aki a Political Capital nevű cégcsoport vezetője. A Politikál kapitáról pedig köztudott, hogy a magyarországi balliberális oldal mögött álló egyik legfontosabb háttérszervezet, amelyet Amerikából is pénzelnek, és még Soroshoz is van kötődése. Somogyi Zoltán politikai pályafutása az sds ben indult, majd üzletember lett belőle a Politikál Kapitál nevű cég megalapításával, aztán megbízásokat kapott a gyurcsány kormány titkosszolgálatától, manapság pedig az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének is dolgozik, tárta fel róla a magyar nemzet. Azt már régóta tudjuk, hogy a Momentum amerikai érdekeket szolgál, így meg sem lepődünk amiatt, hogy a Momentum parlamenti képviselője, korábbi elnökségi tagja, sőt rövid ideig elnöke, Orosz Anna is a somogyi féle politikák kapitáltól kapott fizetést. Orosz Anna ugyanis 2018 novemberétől 2019 augusztusáig a politikák kapitál szolgáltató Kft. elemzőjeként és kommunikációs munkatársaként dolgozott. No hát már megint összeér az amerikai háttérhatalmat ostorozó Fidesz az amerikai érdekeket szolgáló Momentummal. És akkor nézzük a Provident vezér Szirmák Botond és az amerikai balliberális háttérszervezet a Political Capital kapcsolatát. Ebből a szempontból van itt egy fontos cím. A Budapest futó utca 4753. 2011 és 2016 között ez volt a politikál kapitál zászlós hajójának a székhelye, jelenleg pedig ez a szintén a politikál kapitálhoz tartozó cég, a First Capital Investment Kft. székhelye. Emellett van még egy fontos cím. A politikál kapitál cégcsoportból a Budapest Korvin Sétány 5 címre van bejegyezve, a Capital Research Kft. nevű PR és közvélemény kutató vállalkozás, amelynek egyik ügyvezetője és tulajdonosa Somogyi Zoltán. Nos, mindkét cím szírmák botonthoz, a Provident vezérigazgatójához kötődik. A Budapest Korvin sétány 5 a lépcsőház második emelet 6 ugyanis, Szirmák Botont saját lakcíme és egyéni vállalkozói székhelye, a másik, a Budapest Futó utca 4753-as cím, az pedig szintén szírmákhoz köthető, azt ő és a házastársa is többször megadta elérhetőségként internetes regisztrációknál. Mindez persze nem csoda, hiszen szírmák Botond és Somogyi Zoltán személyes jóbarátok. Ehhez elég volt elővenni a közösségi média felületeket, tehát ugyanúgy nagyon szoros, jó barátok és üzleti partnerek, szírmák és somogyi, mint ahogy szírmák és kubatov. Így ér össze megint a balliberális oldal és a Fidesz. És így érthetjük meg azt is, hogy miért nagy koalícióban szavaznak le minden olyan mi hazánkos kezdeményezést a parlamentben, a fideszesek és a balliberálisok, amelyek igazságosabbá tennék a végrehajtói rendszert. Így már érthető, hogyan történhetett meg az is, hogy a Fidesz és a DK együtt akadályozta meg a mi hazánk minden olyan javaslatának elfogadását az országgyűlésben, amely non profittá tehette volna a végrehajtást, és megszabadíthatta volna a magyar társadalmat a rajta élősködő, maffiózó végrehajtóktól. Nos, innen folytathatjuk majd Kubatov Gábor, illetve az ő embereinek a viselt ügyeivel, de most egyenlőre elégedjenek meg ennyivel. És hogyha fontosnak tartják önök is azt, hogy az ilyen ügyeket, hogy hogyan fonódik össze akár a Fidesz és a balliberális oldal, vagy hogy a végrehajtó maffián keresztül a politika hogyan fosztja ki a magyar embereket, akkor kérem, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornámra. Most már lassan 218 ezeren vagyunk itt a YouTube csatornámon. Ezt is köszönöm, és hamarosan folytatjuk, újra találkozunk.